Szombat délután a citera volt a főszerepben Adorjánon. A tiszaparti falunak egyetlen citerása van Kovács Miklós személyében, aki több énekcsoporthoz is szokott csatlakozni, és az idei rendezvényen is fellépett. Magát a játékát a hangszernek nem nehéz. Tehát azt, hogy megtanuljunk, az nem nehéz. Utána már nehezebb az, hogy a dalokat, népdalokat, azt kell ismerni, hogy milyen tájegységű valók. Ez már komolyabb dolog, tehát ezt meg kell tanulni. Meg kell tudnunk, hogy már egy tájegységű van, mert nem mindez, hogy belemuzsikálunk ilyen tájegységűt, olyan tájegységűt, akkor ez egy vele. Tehát ehhez idő kell. A Dorján testvér településéről, a magyarországi Balota szállásról is érkeztek fellépők. A citera zenekar 1969-ben alakult, és azóta szinte folyamatosan dolgoznak. A fiatalabb korosztályt is sikerül bevonni a munkájukba. Balota szállás olyan szerencsés helyzetben van, mint mondtam, 69 óta működik, és körülbelül a 1972-73-ban ebbe belépett az iskola úgy, hogy folyamatosan képezték a gyerekeket szakkör keretén belül citerázni. És az akkori általános iskolából általában ilyen 15-20 gyerek kijött úgy, hogy megtanult valamilyen szinten zenélni. Az idén februárban már volt egy citera találkozó Adorjánon, amikor is a tavalyi rendezvényt pótolták, így az idei évben kétszer is találkozhattak a citera kedvelők Adorjánon. Tiszaparti, bácskai dalok, ezeket szoktuk, főleg a Anikó is ezeket szedte nekünk, még élt Boldogút Anikó, a Bodor Anikó, és akkor azokból még keresgélünk a dalaikból, és akkor azokból van nekünk is most összeállítva egy csokor. A jó hangulatú találkozó barátkozással és vacsorával zárult.